Szia! Na, szóval arról lenne szó, hogyha szeretnéd az Imperial Assaultot lefordítani, illetve beszerkeszteni a hadjárat útmutatót, a campaign bookot, akkor mire van szükséged és ezt hogyan tudod megcsinálni? Egy nagyon gyors kis mini tutoriában mutatom meg a lényeget. Először is szükséged lesz az Adobe Acrobat X-ire, tehát a 11-es Adobe Acrobatra. Ezt torrentboltban tudod normál esetben beszerezni, tehát ne tévesszen meg, nem a readerre van szükséged. Átküldöm neked ezt a fájlt, hogyha elkéred, amit látsz, hogy már azért van töltögetve, és vannak részei még magyarok. Gyakorlatilag úgy tudod szerkeszteni a meglévő szövegrészeket, hogyha valahol mondjuk találsz hibát, és a későbbieket is így fogod tudni szerkeszteni, hogy itt átkattintod a kézikont a kurzorra. Hogyha ez megtörtént, akkor most már szépen ki tudod jelölni a szöveget. És látszódik, hogy nem képként funkcionál, hanem szövegként. Ugye ez nagyon fontos mondjuk egy megfelelő szkennelés esetén. A másik, hogy az eszközök menüt megnyitod, és ott a szöveg és képek szerkesztésére rákattintasz. Ezáltal az összes szövegdoboz láthatóvá válik. Ez egy picit lelassítja egyébként a programnak a működését, mint látható, de nem okoz fennakadást. Mint szintén látható, a hatodik oldal aljáig van teljesen kész a hadjárat útmutató. Azokat a dolgokat, amik állandóak voltak, azokat próbáltam megcsinálni, de például az oldal alján lévő hadjárat útmutató szövegek itt sincsenek. Most, hogyha szeretném rátenni az ötös oldaltról mondjuk ezt a hadjárat útmutatót, akkor kijelölöm a szöveget, vagyis így a kis keretére kattintok, megnyomom a Ctrl-C-t, ugye a másolásnak a parancsa, itt pedig Ctrl-V-t nyomok, bepakolja nekem valahová az oldalra, és annak megfelelően utána áthelyezem, és kész is. Ez egy nagyon pepecs munka, erről beszéltem, hogy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V megoldások, odahelyezések, odaigazítások, azért egy 44 oldalas dokumentumnál ez sok időt vesz igénybe. Nem kell maximális tökéletességre törekedni, de például itt is látszódik, hogy egy picit az ékezet az fölé csúszik, akkor egy picit lehet lejjebb hozni. Úgysem lehet pont tökéletesen oda tenni mindegyiket, hogyha ilyen szerkesztést választunk. Jó, tehát megvan az ötödik oldalig minden szöveg, és hogy könnyebb legyen a dolog, én az angol szövegeket innen már így kiszedtem, illetve nagyon sok helyen átformáltam a szöveget is. Nem tudom, hogy automatikusan felismeri a rendszer majd a betűtípust, hogyha nem, akkor az Agency FB-t le lehet tölteni az internetről, az ingyenes betűtípus, és azt érdemes használni, hogy ugyanolyan legyen, de ez itt oldalt látszódik is. Itt van egy formázás plusz-minusz, ezen tudsz adott esetben váltani sortávolságot, vagy betűt közét ritkítani, és így tovább. Ezt még érdemes itt tudni. Illetve azt is érdemes tudni, hogyha szöveget hozzá akarsz adni, te is tudsz létrehozni szövegdobozt, de én ezt nem szoktam megcsinálni. Ugyanis, vagy hogyha kattintasz valahova, akkor automatikusan csinál. Ugyanis arra lenne szükség, hogy mindig, amikor van mondjuk egy küldetés, eligazítás, ami itt a bozót harcnál most tökéletesen látszódik, akkor azt szépen átmásolni, mondjuk ez a küldetés, eligazítás, visszamegyek a szöveg és képek szerkesztésébe, és akkor az eligazításban lévő szöveget kell ugyanilyen Ctrl-C, Ctrl-V módon odailleszteni, szerencsére az alapvető szövegdobozok ugyanakkorák, nem tudom, hogy kell rajta nagyítani, nem fejteni, hogyha nincsen annyi szöveg, és akkor utána azt egy meglévő fordításból, Wordből, stb.-ből oda bemásolni Ctrl-C, Ctrl-V-vel, de ide akár közvetlenül te is. Jó, ugyanezt kell megcsinálni minden egyes alkalommal, ez nagyon nagy fáradtság lehet, mutatom miért, például itt a kis háromszögek, külön Ctrl-C, Ctrl-V módon működnek. Itt a kis pöttyök szerencsére nem dölt meg, hozzá kell másolni. Úgyhogy nem a világ legegyszerűbb dolga. Amikor ilyen kis ikonok vannak, akkor nem tudom már, hogy volt. Igen, azt is Ctrl-C, Ctrl-V-vel lehet másolni. Nem lehet másolni Ctrl-C, Ctrl-V-vel.
Akkor talán olyan szövegdobozt kimásolsz, amiben benne van, áthelyezel, és akkor csak átírod. Úgyhogy nagyjából ennyi. Itt, hogyha megnézitek, vagy megnézed, van, ami már be van szerkesztve, bevetés és előkészültek esemény összefoglaló, azt talán végig megcsináltam. Túl buzgó voltam, és így előre dolgoztam. Nagyon-nagyon sok idő volt ezeket is megcsinálni, induló csapatok. De jó lenne, hogyha végig ellenőriznéd, onnantól kezdve, hogy nincs teljesen kész oldal, onnantól érdemes végig ellenőrizni őket. Itt is megadtam például a helység neveket, azzal már nem kell foglalkozni, az esemény összefoglalókat. Egyedül itt a színesítő szövegek hiányoznak, sok esetben a küldetés vége, további jutalom is megvan, most megyek lentebb is, és hát gyakorlatilag ennyi, tehát kellene egy teljes fordítás, és azt utána beszerkeszteni. Hogyha vállalod a beszerkesztést, akkor nekilátok a teljes fordításnak. Egyébként a 25-26. Oldal, ez készen van. Lefordította egy másik buzgó fordító, az a 25-ös oldal, úgyhogy például ezt már én tudom is neked átküldeni, és akkor ki lehet próbálni a beilleszgetéssel. 24-25-ös oldal, így van. Itt is megvan az esemény összefoglaló, bevetés és előkészületek fázis. Mindegyiknek megvan a neve, már azzal sem kell foglalkozni. Itt a különböző kis fejezetcímek, úgyhogy tényleg csak a főszöveg beillesztése. Na hát remélem, hogy így ez érthető volt, hogyha érdekel a dolog, akkor jelentkezz, jó lenne, hogyha lenne egy magyar nyelvű kampányfüzetünk is már. Szia!